A rászedett óriás. Élt valamikor réges-régen Írországban egy óriás. Hangos könyv készül a Vakok és Gyengénlátók Egyesületénél. A gimnazisták már visszatérő résztvevői a felolvasó napnak, amelyet a Szabolcs megyei szervezet minden évben két alkalommal szervez meg, és amit általában egy téma köré építenek fel. Humoros, vidám verseket, meséket, elbeszéléseket vártak a mai alkalomra. Én nagyon fontosnak tartom, hogy klasszikus műveket válasszak. Nagyon szeretem a helyieket népszerűsíteni, tehát helyi nagyjainkat, Vácit, Móricot, Bessenyei Györgyöt, Krúdit. Ám most Heltait választottam éppen azért, mert ő a humoresznek, a vidámságnak, a karikatúrának a nagy mestere, és fontosnak tartom, hogy klasszikus és értékes műveket népszerűsítsünk a hallgatók körében. A látássérültek várják az új kiadványokat és várják az új hangokat is. A felolvasásra színészek, rádiós, tévés személyiségek is szívesen vállalkoznak, segítik a kiadványt. Annyit hallasz, hogy a madarak nagyon szépen énekelnek körülötted, és a patak nagyon szépen mesél. 50-60 felolvasást rögzítenek, ebből áll össze a hangos könyv. A hangstúdiónk 2009 óta működik. Elsőként Magyarországon Vakok Egyesülete vagyunk, ahol egyáltalán hangstúdiót működtetnek. A stúdiós kollégám Dankó Pál, aki vezeti ezt a stúdiót, és az ő irányításával történnek itt különböző felolvasások, különböző projektekben, közösségi szolgálatos diákok ebben az évben érettségi tételként és érettségi témakörként földrajzot és biológiát fognak felolvasni, idegen nyelvű hanganyagot is tervezünk előállítani, illetve az Egyesület információs kiadványai, egészségmegőrző és ismeretterjesztő kiadványait is itt olvassuk fel. 80 ezer látássérült van Magyarországon, de a látássérült emberek mellett a hangos könyveket az olvasási zavarokkal küzdő gyerekek és felnőttek tanulásában is alkalmazzák, sőt azok is használják, akik betegségük miatt ágyhoz kötöttek. A hangos kiadványokat népszerűsítik és közzéteszik az interneten is, segítve a dokumentumhoz való hozzáférést.